Megérkezett hozzánk a Star Academy szombati kiesői, Gornagy Erika és Adrián, a nagy kedvencünk. Sziasztok! Hogy érzitek magatokat? Szomorúság? Hát nekem tényleg szomorú lett a vasárnap. Ja, Istenem. De mégis bevonzottam. Olyan szépen is. Persze. Nem, amúgy nekem is a vasárnap ez kicsit szomorú volt, főleg még borongós is volt az idő, úgyhogy ez még így rátett szerintem az egészre. Igen. Szomorú családdal legyen. Találkozhattatok. Jó. Igen, én haza is utaztam Ceglédre, úgyhogy pihentem egy kicsit a családommal. De Adrián? Hát én meg amióta kiestem, nem aludtam és bulizok folyamat. De most kell kihasználni, amíg van hírnév. Igen, igen. Tényleg ez egy idő után elúlik, úgy még most kell megvan. Hát persze, meg most az lesz szerintem, hogy hazamegyek édesanyámhoz, megpuszilgatom, megölelem, aztán alszok két napig. Nem tudom, elfáradtam egy kicsit. De szombati döntőre jöttök? Hát természetesen, persze. Igen. És mit éreztetek a produkció alatt? Tehát mennyire volt az érezhető, akár így az előadásotok előtt, hogy éreztetek valamit, hogy ez most sikerülni fog, nem fog sikerülni, vagy pedig ez csak a végén? Én szakszerűen készültem a kiesésemre. Tehát treníroztad magad? Én úgy gondolkoztam rajta, de hogy nem, most... De kik lehetnek az esélyesek? Nem, beszéltünk pedig. Hát itt vagyok én is. Igen, beszéltünk arról, hogy nem, hogy te azért mantrázod magadban azt, hát, hogy sikerülni fog. De akkor mi történt? Persze, én szoktam így bevonzani dolgokat, de itt most megéreztem egyébként, hogy ez a produkcióm nem lesz most olyan erős, mint ahogy... Melyik a második? Egyébként, hogy nem találtátok el annyira a stílus, mondjuk ezt annyira nem ti választjátok, hogyha ugye jól tudom. Illet volna ez hozzád, mondjuk egy 10-15-20 évvel később? Hát igen. de én úgy gondolom, hogy mindannyian nyertesek vagyunk, tehát hogy most azáltal, hogy benne lehetünk ebbe a műsorba, itt szerintem... Itt csak azt. De egyébként azért szeretem, mert tényleg... Meg most is itt vagyok, tehát hogy értitek, most is itt vagyok, tehát hogy valószínűleg, mondjuk, vagy ez csak azért, mert kiest... Kellett történünk a műsorban. Ja. Mi Erikával akartunk tulajdonképpen beszélni, de azt mondták, hogy együtt jár a pap, még. Erika, te hogy érzed magad, te hogy érted át ezt a dolgot? Hát ugye én kezdtem a műsort szombaton, akkor ilyen nagyon nagy lendülettel indultam neki a dolognak, hogy nagyon jó lesz és meg akarom csinálni. Aztán sajnos a pontszámok miatt azért egy kicsit kétségbe estem. Csalódott voltál? Tényleg ott láttam, hogy utána a zsűri pont három versenynek, utána következő három versenyzőnek maximális pontszámot adott, és neked meg akkor egy picit úgy megtört a... Igen, egy kicsit megtört, úgyhogy így indultam neki a második produkciónak, hogy jó, akkor ezt most még jobban oda kell rakni, és sajnos emiatt egy kicsit mellé csúsztak a dolgok. Pont de... aktív voltál? Tehát túl játszottad a dolgot? Egy kicsit túltoltam szerintem. Jó, de ez nagyon nehéz lehetett az, hogy a második produkcióra ugye kvázi nincsen időt felkészülni, hanem már ugye rögtön ezeket, oké, el kell rakni egy dobozba, és tovább kell lépni, és a másodikra kell koncentrálni. Meg azt látja a pontokat. Igen, az, hogy igen. És ez valaki például ugye Reninek is az első produkciójára azt mondták, hogy nem, aztán ő neki a másodiknál meg ugye sikerült felszínni magát. Tehát ez nagyon nehéz lehet, és mindenkinél más. Ezt tudjátok megkezelni? Ezt egyébként, hát, vagy még kell egy kis rutin? Még fura azért még mindig. Meg ami érdekes az, hogy így tömegközlekedést használni úgy, hogy az emberek igazából nem jönnek oda, vagy nem tudom, velem még nem történt. Megy a sunyifotó. Megy a sunyifotó, amikor azt hiszi, hogy a barátnő, de közben így tartja. Igen, és 15 000-re lehet, igen. Ilyen sandán néznek az emberek, és akkor olyan rossz érzés, hogy vajon ismerem valahonnan. Vagy most azt beszélik, hogy Isten, de utáltam ezt a gyereket, vagy azt mondják, hogy hát amúgy ez jó volt. Tehát, ezzel nem szabad foglalkozni. De amúgy te szeretsz engem, nem? Hát azért így nem oldalál. De ezzel nem szabad. Nem vettem észre. Mindenki szeret. Na, kérdezzük meg őket arról, hogy mik a terveik. Na, engem az is érdekel, hogy ezek után... Musical. Erika, igen, mert ugye beszélgettünk a színháza, mind a kettőtökkel kapcsolatban, igen. Ugye szóba került a színház. Nem lehet, hogy mi most egy darabba fogunk szerepelni, és azért estünk ki egyszerre? Lehet, én amúgy benne lennék. Gyanúsak vagytok. Adrián, próbálj egy kicsit smúzolni, hát a... Ennyi. Erikának jobbak a kapcsolatai, de... Tényleg, na, jól tudom, azt mondtad, hogy színészkedés, éneklés, és utána tánc. Ugye ezt beszéltek múltkor, és akkor erre azt mondtam, hogy ez a musical. Igen, ilyen pontosan. Megvan már a terv fejben, hogy hova tovább? Teljes mértékben nincs, az biztos, hogy járni fogok ugyanúgy castingokra, ahogy eddig tettem. Remélem most már több sikerrel, úgyhogy mindenféleképpen szeretném. De félsz attól, hogy mondjuk, hogy pont az, hogy láttak téged tévében, ez mondjuk egy kicsit vissza is üthet? De félek azért, de úgy vagyok vele, hogy meg akarok dolgozni azért, hogy valahol el tudjak érkezni. Igen, és aki tehetséges, annak szerintem előbb-utóbb úgy is kiderül. Kell még képezni magatokat? Mindenféleképpen. Hát,
Tervezitek, hogy továbbra is járni fogtok énektanárhoz, mint hát az akadémiáskat? Igen, ezt úgy én megfogadom itt ország világ előtt, hogy azért még fogom magam fejleszteni, mert így olvasgattam a kommenteket, tényleg nagyon durva, hogy ilyen, aha, igen. És így kijössz, tudod, és így olvasod, hogy hát semmi hangja nincs a gyereknek, stb. És pont volt egy ilyen... Persze, de volt egy ilyen beszélgetésünk bent, amikor megkérdezték, hogy mert te tudsz énekelni? Mondom, nem baszt ki, jaj, bocsánat. Mondom, nem basszus kulcs, de az a lényeg, hogy itt vagyok úgy, hogy nem tudok énekelni. Tehát, hogy nem az a nagy szó, hogyha mondjuk egy értő, Borna Gyerika nagy húzsal. Elmondták neked az ördögnurik, hogy csak az arcod miatt? Hát, amiatt se, de egyébként lefizették őket, hogy beszélgessenek velem. Nem, de itt ennek a műsornak az is a lényege, hogy honnan jutunk el, tehát A-ból B-be. Nyilván tehetséges emberek voltak az alapok, de hogy az akadémia kifejezés is arra utal, hogy ugye folyamatosan képezték a hangotokat, tehát hogy azért nagy utat tettetek meg mind a kettő. Hogyha összehasonlítanánk mondjuk az első produkciótokat a most látottakkal, ugye a múlt szombatival, azért lehet látni a különbséget, meg ugye teljesen intenzív volt ugye a tanulás. Igen, és az volt a furcsa ebben az egészben, hogy így visszagondolva nagyon rövid időnek tűnt ez az egész, de amikor bent vagy, és hajtasz, akkor nagyon azt érzed, hogy olyan, nem azt mondom, hogy sziszifuszi, hanem nem érzed úgy, hogy haladsz előre, mert nincsen semmi külső... Ezért látom Amerikát úgymond szenvedni oda bent, hogy lehet látni az embernek az arcán, hogy azért már lehet, hogy jó lenne egy kicsi más közeg is. Persze, most meg azt mondod, hogy rövid volt. Hát úgy volt rövid, hogy azért teltek múltak a hetek, de most így visszagondolva azt kell, hogy mondjam, hogy... De nyaralás. Igen, kicsit olyan volt, de közben meg addig, amíg benne voltunk, az volt olyan, amikor egy hét nagyon-nagyon gyorsan eltelt, viszont volt olyan, amikor meg már így, mikor van már mikor vége? Volt a legnehezebb pillanatotok? Tehát melyik hétnél volt az ilyen törés? Nekem a Lady Marmalade-os hétnél volt. Igen, arról beszéltünk is, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz nagy falat volt, de nagyon jól megoldottad. Most nagyon gondolkoztam közben, hogy melyik ez volt. Ez így néz ki akkor. Így néz ki. ez a beállított gondolat. Azt hittem, hogy sztrókod van. Addig az előző kérdésre elmondom a válaszomat, hogy én is még képezni fogom magam, mert jövő héten megyek vissza az iskolába, ahol eddig is tanultam, ahol művészeti suliba járok, ahol ének szakon vagyok igazából. Köze van a művészeti iskolának a vezetéknevet ez? Nem, mert az egy színész. Nem, mert az egy színész képző. Igen, és azon már ott is van ének, ha jól tudom. Van, csak nem olyan szinten van, mint egy normális ének. Adrián, mit gondoltál? Sikerült megfejteni? Hát igazából már az eredeti kérdésre sem emlékszem, tehát térjünk tovább. Nem csalódtam benned. De nem szeretsz engem. Eddig akartam húzni az időt, látod. Hát, de az a baj, hogy addig húztat, hogy elfelejtettem. A lényeg az, hogy színészkedés, e felé szeretnétek menni, igen, színészkedés, igen. Éneklés és egy kis tánc is. Igen. Maradjunk az Erik. Meg én szeretnék ide bejárni, hogy az Oscar oltogasson, olyat lehet. Ez oltogatás? Istenem, kegyes nem. Voltam, ugye? Ez abszolút, én 8 éves ismerem, igen. Nem, hát de ez a kegyesség. Igen. Miért mondtad azt, hogy a tánc csak nálam? Ő is nagyon jól táncol. Na ez az ágy. Éppen most is láthatjuk. Nem, annál nem. Például múlt héten a közös produnknál, annál nem véletlenül lett ránk mondva, hogy hip-hop házas pár. Adrián nagyon jól táncol, csak tényleg viccel. Na, még vannak ütős kártyáim, majd meglátjuk. Nagyon szépen köszönöm. Egy kis Fred Astaire veszett ebben be. Igen. Sinatra mellett. De jó van, csak ügyesen tényleg. Adrián, ezt kellemetlen nyilván itt bár megint helyzetem. Hagyjuk egy kicsit gondolkodni. Adrián. Aludni. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok. Sziasztok.